A Budafok Tétény általános ipartestület harmadik alkalommal rendezte meg borestjét, melyen olyan vállalkozók mesélték el sikerük titkát, akik valamilyen módon kötődnek a kerülethez. A célja az volt, hogy kerületi borászokat, kerületi vállalkozókat tudjunk bemutatni egy vendégborász kíséretében, és így szeretnénk teret adni annak, hogy a lakosság és egy kellemes este alatt ismerkedjen meg a bor és a vállalkozás kapcsolatával. Az ünnepélyes megnyitót követően elsőként Bartal László, a BKI K22. Kerületi tagcsoport elnöke beszélt az önkéntes kamaratagság fontosságáról, majd az est vendégborászát ismerhette meg a közönség. Isten áld a tisztes ipart, hiszen iparosok vannak, és magam is iparos vagyok, a feleségem együtt 5 vállalkozást vezetünk, különböző építőanyagipari dolgokat gyártunk. És hát a borászat az egyébként abszolút csak hobbi, 6 hektár szőlőterületen dolgozunk. Tudniuk kell, 42 éves korig nem ittam alkoholt. Teljesen véletlenül kerültem a borászat közelébe, egy családi tragédia, édesapám halála vitt oda, hogy én is a mezőgazdaság felé lépek egy picit. Mindig volt szőlőm, mindig készült bor, de csak saját fogyasztásra. 2007 óta foglalkozunk a feleségemmel borkészítéssel. Hát először csak ilyen pár száz palack, aztán pár ezer palack, most ugye 6 hektárnak a szőlét dolgozzuk fel. Hát 30 és 40 ezer palack között termelünk egy évben. A bemutatkozás közben a Budai Nagy Antal gimnázium diákjai szolgálták fel a Fabró pincészet 2 borát, egy 2017-es évjáratú szürke barátot és egy 2013-as Cabernet Sauvignont. A jó hangulatú boresten mutatkozott be Balogh László, akit sokan csak Lala Bohócként ismernek. Ő arra vállalkozott, hogy beteg gyerekek életébe visz minél több örömet. Azért ez is egy vállalkozás. Mégpedig egy olyan vállalkozás, ahol csak kiadás van, bevétel nincs. Nem árulunk terméket, hanem a szívünket. Ami azt hiszem, hogy sokkal nehezebben adható el, mint egy cipő. És én úgy mentem a helyi pár kórházba 2000. január 1-én, hogy szeretnék ott szeresen a beteg gyerekeknek örömet okozni, a bohóc tudásommal, ugyanis azért azelőtt én már elég neves bohóc voltam, hiszen hosszú éveken keresztül a Magyar Televízió, akkor még csak egy tévé volt, úgyhogy nehéz volt bejutni a tévé képernyőjelére. 8 éven keresztül szórakoztattam vasárnaponként a gyerekeket. Az idei évben Balogh László veheti át a Prima Primissima díját adó gáláján az év vállalkozója díjat, amit ezen az eseményen tudott meg ő is. Budafok szívében működik az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság, melynek egyik munkatársa volt dr. Ballai László. Sok érdekes információt tudhattak meg tőle a vendégek az est folyamán. 30 évvel ezelőtt kezdte meg Budafokon működését a Lícs pincészet. Erről is a mostani sikerekről beszélt Lícs Judit borász. Az elmúlt 30 év alatt most először van egy ilyen összefogás, ez a Budafoki pincjárat néven, hogy tehát egyre több törekvés van, hogy a budafoki pincék látogathatók legyenek, és ismertek is. Azért elmondanám, hogy hozzánk nagyon sok vendég jön turista csoportosan, és hát gyakorlatilag megdöbbenek azon, azért ezt tudni kell, hogy a Budapestnek egy kerülete Budafok, és nagyon, nincs még egy főváros, aminek a kerületében egy ilyen hatalmas borpincrendszer lenne. Az, hogy itt Budafokon, Budapesten egy ilyen borpincrendszer látogatható, és borokat lehet kóstolni. Tehát ez egy nagyon különleges adottsága a kerületnek is, és Budapestnek is. A beszélgetés közben Szekszárdi Bikavért és a 22 küvét kóstolhatták meg a vendégek. Az est végén serfőző László mutatta be 22 főt foglalkoztató vállalkozását, és mesélt a kezdetekről is. Valahogy gyerekkoromban fogott meg még ez a dolog, amikor édesanyámékkal Pozsgóba jártunk vásárolni, és szomszédunk mentes volt, és hátulról tudtunk bemenni vásárolni hozzá, és valahol onnan kezdődött a motiváció. És utána hát fölépült gyakorlatilag ez az életmódja, amit te mondasz. Én kifejezetten kereskedő vagyok, és én nagyon szeretem a kereskedelmet, és szeretek kereskedni, és én azt gondolom, hogy az a munkaszeretet az, ami mindenféleképpen előre visz mindenkit.
A tombolából és a támogatásokból befolyt összegből két szervezetet, a Reformáló Egyesületet és a Szociálpontot fogja támogatni az ipartestület. Az est sztár vendége Varga Miklós volt, aki két gyermekével énekelt a közönségnek.